52 településről 270 szülő és 340 gyermek gyűlt össze a Nagycsaládosok Országos Egyesületének karácsonyi ünnepségén szombaton délelőtt a Híros Agóra Kulturális Központban. A regisztráció ideje alatt kézműves foglalkozásokkal és társasjátékokkal szórakoztatták a várakozó gyerekeket, ezt követően a Kecskeméti Városi Fúvós Zenekar műsora következett, ami a Nagycsaládosok himnuszával zárult. Kecskemét város képviseletében Engert Jakabné alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte, hogy a városvezetés mindig is fontosnak tartotta a család- és gyermekvédelem kérdését, majd köszönetet mondott az országos szervezet és a helyi Kincs Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesületének áldozatos munkájáért. Ezután Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke fejezte ki tiszteletét a résztvevőknek.